1984-re emelkedett a regisztrált koronavírus fertőzéses megbetegedések száma Magyarországon, a gyógyultak száma 267-re, az elhunytak száma pedig 199 főre nőtt, közölte a hivatalos kormányzati honlap. Megyénkben jelenleg 19 fő igazolt COVID-19 fertőzöttet tartanak számon a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján. Hiába alacsony megyénkben a hivatalosan igazolt fertőzöttek száma, amikor még mindig a tömeges megbetegedések irányába haladunk, így már bárki bármikor megfertőzhet bárkit. Éppen ezért további óvintézkedésekre van szükség Nyászberényben is. Hétfőn délelőtt a Magyar Honvédség 86. Szolnok helikopterbázis katonái állítottak katonai sátrat a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház sürgősségi osztályának bejáratánál. Ez is az elővigyázatosságot, a polgári védelmet szolgálja majd. Jelen pillanatban Jász-Nagykun Szolnok megyében ez a harmadik kórház, ahol sátrat állítunk föl a kórház parancsnokok kérésének megfelelően. Szolnokon a MÁV kórházban, illetve a Hetényi Géza kórházban is állítottunk már föl sátrat, és most jelen pillanatban itt Jászberényben, a Szent Erzsébet kórházban állítjuk föl ezt a sátrat, ami itt a beléptetés, illetve a betegek izolációja kapcsán fontos a kórháznak. A sürgősségi osztály előtt eddig a Fülöp családnak köszönhetően egy előszűrő sátor biztosította az érkezők alapos felmérését. Jelenleg viszont már a betegutak még biztonságosabb verzióját igyekeztek kidolgozni a tömeges megbetegedések előtt. Már a kinti utat is szétválasztjuk azokat, akik hordozhatják, azoktól a úgynevezett normál betegektől, akik, mint látjuk most is, nap mint nap jelentkeznek, és ellátjuk őket. És ehhez nyújtott a Honvédség egy gyors segítséget, hiszen nekik van ilyen felszerelésük, és segítettek ebben. A koronavírus járvány miatt szükségessé válik az elsődleges triázsrendszer beállítása. Akkor már súlyossági kategóriák szerint fogják a betegeket besorolni az aktuális állapotuknak megfelelően, illetve a magas kockázatú betegeket azonnal kiemelik a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül. A Jászberényi Kórház jelenleg csak harmadik vonalbeli egészségügyi intézmény, de így is folyamatosan figyelemmel kísérik a védekező eszközök készleteinek alakulását. Abban az esetben, ha a járványgörbe meredeken emelkedni kezd, és a kijelölt járványkórházak nem bírják az érkező betegek számát, akkor azonnal felkészülten kell várni az ide érkező fertőzötteket. Jelenleg már a készletek ahhoz a betegellátáshoz, amit folytatta a kórház, megfelelőek, beindult az ellátás, a magasabb védőképességű maszkok beérkezése is folyamatosan történik, illetve az állarcok, védőköpenyek, overallok beérkezése is folyamatos, több részletben, tételben érkeztek. Nyilván attól függ majd, hogy a beteg szám az hogy alakul, illetve hogy a Jászberényi Kórházban is lesznek elhelyezve COVID-fertőzött betegek. Jelenleg még minden ilyen beteget a megyei Hetényi Kórházba szállítanak. A megemelkedett esetszámhoz, vagy a vírusos betegek ellátáshoz természetesen majd magasabb védőeszköz mennyiségre is lesz szükség, de akkor nyilván az igényeket, meg a szállításokat is ehhez fogják igazítani. Közben a Jászberényi Kórház honlapján hétfőn délelőtt megjelent egy tájékoztató, melyben a koronavírus járvány terjedésének egyik legfontosabb korlátozó intézkedését, a teljes látogatási tilalmat erősítette meg a főigazgató. Eszerint továbbra is kérik a lakosság együttműködését, és kiemelik, hogy a nem sürgős vizsgálatokat és a halasztható beavatkozásokat továbbra is át kell ütemezni. A tájékoztatóban 4 esetet határoztak meg, amikor tartózkodhat egy személy fekvőbeteg mellett. Az első, hogy nagyon súlyos állapotú, önellátásra képtelen betegről beszélünk, akinek fájdalmai gyógyszerrel nem szüntethetők. A második a kiskorú beteg, a harmadik a szülőnő, mely minden esetben átgondolandó döntés, illetve az egyházi személlyel való kapcsolattartás. A főigazgató kírja, hogy amennyiben lázasak, száraz köhögésük van, vagy fulladnak, bejövetelük előtt egyeztessenek kezelőorvosukkal, illetve igyekezzen mindenki a legprecízebben betartani a higiénés szabályokat, a kézmosást, a fertőtlenítést, a papírzsebkendő és egyéb védő felszerelések használatát.